Köszöntöm a kedves nézőket, önök a minden hétköznap jelentkező Budaka Lászma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Vigyázzunk a gyerekekre! Az iskola kezdés miatt fokozott óvatosságot kér a közlekedőktől a Szentendrei Rendőrkapitányság. Játszóudvar. Új területet vettek birtokba a telepi óvodába járó gyerekek tegnap reggel. Pink Panthers táncsport. Az egyesület a teljes Dunakanyar térségében oktat rock'n'rollt. Becsengettek az iskolákba pénteken. Az első tanítási napon nem csak az oktatás kezdődött meg, de megnőtt a forgalom is az utakon. A Szentendrei Rendőrkapitányság fokozott figyelmet és türelmet kér minden közlekedőtől a térségben, így Budakalászon is. Pénteken előkerültek az iskolatáskák és megszólalt a csengő is. Budakalászon három oktatási intézménybe várták vissza a tanulókat szeptember 1-én, amikor megkezdődött a 2023-2024-es tanév. Több helyi kezdeményezés segíti a gyerekek biztonságos közlekedését az iskolába és haza, de a tanévkezdés nem csak az iskoláskorú gyermekek családját érinti, hanem minden közlekedőt. Figyeljünk fokozottan egymásra! Ezt kéri a rendőrség mindenkitől. Az elsődleges az, amit a mi munkánkon túl már kérdésként egyből meg tudok fogalmazni, az, hogy figyeljünk oda egymásra, és fokozott figyelemmel és nagyobb türelemmel vegyünk részt a forgalomban, mert a gyermekek azok a gépjárműk között bármikor kiugrálhatnak az iskolák környékén, mindenki már igyekszik dolgozni. Figyeljünk oda egymásra, ez nagyon fontos, mert így tudjuk megelőzni a leghatékonyabban azt, hogy valami tragédia vagy baleset következzen be. Ezen felül nagyon fontos a példamutató magatartás. A gyermekek a szülőktől lesik el első körben azokat a rutinokat, azokat a életviteli megoldásokat, amiket utána gyakorlatilag sajátjukként fognak alkalmazni. Tehát nagyon fontos az, hogy igenis lássa az, hogy mindenki beköti magát a gépjárműben a passzív biztonsági technikai eszközökkel. Igenis fontos az, hogy elmondjuk a gyermeknek az, hogy ha baj van, akkor milyen módon és hova tud fordulni. Igenis fontos az, hogy tudja azt, hogy hol lakik, tudja azt, hogy a 112-es segélyhívószámon bármikor segítséget tud hívni, ha bármi atrocitás hívja. Tehát ezekre nagyon oda kell figyelni. Fontos a rutinszerűségben azért mindig valami szabályszerűséget is beleépíteni. Tehát úgy gondolom, hogy nagyon célra vezető és egy jó út az, hogyha a gyermekkel bejárjuk jó párszor azt az útvonalat, ahogy mondjuk ő az iskolába közlekedik, és hát ragaszkodjon ahhoz az útvonalhoz, az ismert úthoz, mert az adja a biztonságot, az adja maga biztonságot, hogy a gyermekkel ne történhessen semmi más. Az iskola kezdés környékén mindig felszoktuk hívni továbbá a különböző olyan technikai eszközöknek a védelmére, és ezzel egyben a vagyonvédelemre, amikkel ma már a gyermekek gyakorlatilag mindennapjaiban szaladgálnak az utcákon. Tehát gyakorlatilag mobiltelefonnal mászkál most már minden gyermek, figyeljünk oda arra, hogy ezekre a készülékre a gyermek figyeljen, figyeljünk oda, hogy lehetőség szerint ne több százezres készüléket biztosítsunk, mert a technikai feltétele ugyanúgy megvan egy alacsonyabb költségvetésű telefonnak, így kisebb esélye, hogy ez a telefont esetleg megsérül vagy eltulajdonítják. De mindenképpen fontos az, hogy valamilyen módon a gyereknek lehetősége legyen arra, hogyha segítségre szorul, akkor segítséget is tudjon hívni. Tehát ezek az eszközök erre egyébként kiválóan megfelelnek és alkalmasak. Fontos a passzív biztonsági eszközök használata minden járművön, legyen az autó, motor, bicikli vagy roller. Kis távolságra is be kell kapcsolni a biztonsági övet, valamint lényeges a gyerekülés használata a legkisebbek védelme érdekében. A szülőknek, a felnőtteknek példát kell mutatni a közlekedésben is, hogy a szabályok jól rögzüljenek a következő generációkban. Az iskolák környékén a rendőrség az iskolakezdés időszakában mindig fokozza a jelenlétet. Ezt tesszük mind saját erőből, mind a társszerveknek a bevonásával, és ezúton is köszönjük mind a polgárőrségeknek, mind a különböző rendészeti igazgatóságoknak, közterületfelügyeleteknek, akik ebben a segítségünkre vannak. Igenis fontos az, hogy a nyár hosszú pihenő időszaka után ismét egy kicsit az emberek megszokják, hogy a gyalogos átkelő helyeken egyébként gyermekek szaladgálhatnak keresztül kasul. Ennek az átkerését szoktuk mindig már üzemszerűen segíteni, illetve demonstratíve megjelenni annak érdekében, hogy lassuljon a forgalom, egy kicsit még jobban odafigyeljünk, hogy még kevesebb esélye legyen annak, hogy bármi probléma felmerülhessen. Fontos az, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy a kint lévő rendőreinkhez bármikor lehet fordulni, ugyanígy a polgárőrökhöz és a rendészeti igazgatóság beosztottjaihoz is, mert így tudunk segíteni, ha információkkal rendelkezünk, és ha valami bárkinek bármi baja van, akkor úgy tudunk segíteni, ha segítséget kér. Minden olyan tömegközlekedési eszközt támogatunk és segítünk, ami ahhoz járul hozzá, hogy ne egyesével vigyék a gyermekeket a szülők az iskolákhoz, és lehetőség szerint ne a bejárati ajtóba próbálják meg kirakni, hanem valamilyen módon figyelembe venni azt, hogy a forgalom az zavartalan marad.
juthasson. Tehát ilyen formában gyakorlatilag a rendőrség nem tesz gyakorlati különbséget a között, hogy ez egy iskolába szállító, direkt dedikált ilyen jellegű busz, vagy egyébként a Volán Társaságnak bármely menetrend szerinti járata. Ezeknek a közlekedéseknek a fenntartása az nekünk alapvetően fontos. 13 település, ezek között Budakalász is a Szentendrei Rendőrkapitánysághoz tartozik, ahol a hatóságok szeptember első napjaiban a zavartalan iskola kezdésre, a megnövekedett forgalom gördülékenyét ételére helyezik a hangsúlyt. Nagyon magas koncentrációban van jelen a térség levegőjében a parlag főpollenje, tájékoztat Szentendre város egészségügyi intézményei. A jelenállás szerint közepes koncentrációban vannak jelen a csalánfélék, kenderfélék, disznóparé és libatopfélék. Magas koncentrációban az alternaria félék vannak jelen. A szakemberek azt javasolják, amennyiben valaki pollenallergiában szenved, kövesse az aktuális polleninformációkat a képernyőn látható honlapon. Gyönyörű új játszóudvart vettek birtokba a telepi óvodába járó gyerekek tegnap reggel az őket gondozó felnőttek, műszaki tervezők és városatyák jelenlétében. A kicsik nem győztek körbefutkározni és minden játékot egymás után kipróbálni. Nagyon jól érezték magukat a napvitorlák alatt a késő nyári vidám hangulatban. Sűrű nyári időszakon vannak túl azok a szakemberek, akik az óvodafejlesztés első ütemében részt vettek és a hétfői átadón beszámoltak a beruházás részleteiről. Azonban minden fáradtságot felejtetett velük a háttérben játszadozó sok-sok boldog arcocska. Van egy rossz hír, hogy vége a nyárnak. De azért, ha körülnézek, van jó hír is, hogy elkészült ez az udvar, úgyhogy most végre nincs más hátra, mint hogy azt mondjam, hogy nagyon jó játszást kívánok mindenkinek, és vegyétek birtokba ezt a gyönyörű udvart. A beruházásban az önkormányzat is részt vett, nem csupán a projekt előkészítésében, de vannak olyan tárgyi elemek, például a napvitorlák, amelyeket saját finanszírozásból tettek hozzá a kellemes és barátságos játszó udvar létrejöttéhez. Fórián Szabó Gergely alpolgármester arról is beszámolt, hogy a fejlesztés hamarosan folytatódik a Májva utcai épület belsejében. A következő ütemben az óvoda belülről fog megújulni. Ugye tekintettel kell lennünk a szünidőkre is, hiszen egy ilyen nagy beruházás, mint a belső tereknek az átalakítását, felújítását, ezt csak a nyári szünetben lehet elvégezni. Az előkészítés, a beszerzések után következő nyáron fog erre majd sor kerülni. Kifejezetten tágas, korszerű terek fognak létrejönni, és azt gondoljuk, hogy ezzel az óvoda most már kívülről és belülről is majd egy 21. századi intézmény lehet. A Katica csoport tagjai Teca óvónénivel együtt szívesen gyűltek a mikrofon köré nyilatkozni az új játékokról. Nagyon vártátok már ezt a játszóudvar? Igen! Mit fogtok játszani rajta? Ucsi? Na? Te mit fogsz? Te focit várod? Mondjatok valamit. Mi a kedvencetek? Melyik? Én a pörgőt. Pörgő? Neked, Jócsi, mi a kedvenc? Nekem a pörgő hinta. És neked, Zosi? Nekem a csúszda. Hát te nagyon csacsogós csaj vagy. Mesélj már el, milyen az új udvar. Olyan jó, hogy ez a legjobb föld a világon. Nagy izgalommal vártuk, hogy átvehessük, és birtokba vehessük. Én bevallom őszintén, én még tegnap is erre sétáltam, hogy megnézzem, hogy milyen már a munkagépek nélkül, és nagyon vártam, hogy végre kipróbálhassuk, mert csodálatos lett az udvar, és nagyon hálásak vagyunk érte. De látszódott szerintem, ahogy a gyerekek örömmel birtokba vették az összes új játékot, és feküdtek az új gumiburkolaton. Csodálatos lett. Igen, ott hátul megvolt már a közlekedési udvar, ugye? Csak az is megújult. Igen, a kresszpálya volt meg, és a kresszpálya mellé kerültek új játékok. A fészekhinta, a pörgő, a mászó. Mennyire igen. A mászóka, és átkerültek. Rad Levisz, köszönöm szépen. Gyönyörű szivárványos kalácsot kaptunk az egyik nagymamától. A több mint 94 millió forintból elkészített játszóudvart a gyerekek hétfő óta használhatják. A külső munkálatok után jövőre az óvoda belső felújítása következik.
Hamarosan jön a hideg évszak, ezért ismét lecsó alapanyagok vásárával vár mindenkit a mentás kerttermelői piac, tájékoztatnak Budakalászváros hivatalos honlapján. Csütörtökön a lakosok lecsó paprikát, paradicsomot, padlizsánt és vöröshagymát is beszerezhetnek a helyszínen. A zöldségeket érdemes szerda délig előrendelni, mert a helyszínen csak a készlet erejéig vásárolhatunk a faluház udvarán, folytatják a portálon. A teljes Dunakanyar térségében oktat rock'n'rollt a Pink Panthers Tánc Sport Egyesület, akik idén szeptembertől már Budakalászon is várják a gyerekeket. A tánc lesz a középpontban minden hétfőn és szerdán a Szent István telepi általános iskolában. Szól a rock'n'roll a Szent István telepi általános iskolából minden héten. Budakalászi helyszínnel bővült a Pink Panthers Tánc Sport Egyesület edzéseinek elérhetősége idén szeptembertől. Már a Szent István telepi általános iskolába is várják a fiatalokat az edzők, sok másik dunakanyari település mellett. Pink Panthers akrobatikus rock'n'roll táncsport egyesület, ugye szentendrei székhelyű, úgyhogy legfőképpen a szentendreiekhez húz az én szívem feltétlenül, mert én itt oktatom a rock'n'rollt, de az egész Dunakanyarban jelen vagyunk, Óbudán, Pilisvörösváron, Budakalász az új helyszínünk, arról majd mindjárt egy kicsit többet is, egyébként meg Lányfalun, Tahitótfalun, Szigetmonostoron, Dunabogdányban, úgyhogy tényleg szinte a Duna vonalán mindenhol táncolunk és rock'n'rollt oktatunk a gyerekeknek. A szeptember nálunk mindig, ahogy te is mondtad, a beiratkozásokról szól. Jellemzően ilyenkor szeretjük, hogyha megkeresnek minket a gyerekek, meg ugye nyilván a szüleik, és megkeresni egy megfelelő helyszínt arra, hogy gyermekük nálunk táncolhasson. Legfőképpen ugye mindenki kezdő rockival, rock'n'rollal csaphat bele ebbe a táncos világba, aztán később kiderül, hogy ő igazán versenyző, orientált személyiség, vagy inkább csak a hobbi táncot részesíti előnyben, úgyhogy mindenkit a kezdő rock'n'rollal várunk elsősorban, ez azt jelenti, hogy első, második, esetleg harmadik osztályos gyerekek, később is lehet csatlakozni, tehát, hogy tavaly is volt egy 16 éves fiú, aki választott minket, szóval vannak ilyen példák, de jellemzően azt kedveljük, hogy ezt a táncév kurrikulumot, hogyha úgy fogalmazhatok, akkor az első pár osztályában az általános iskolának kezdik el a gyermekek, és aztán meglátjuk, hogy mire jutunk. Az biztos, hogy mindenki boldog, egészséges és tánctudó gyerekként halad tovább velünk. Hosszú évekig tanulta, majd tanítja a rock'n'rollt Móra Eszter, aki több településen foglalkozik a tehetséges gyerekekkel. Mindenki azt mutatja meg a felvételin, amiben a legerősebb. Én természetesen az akrobatikus rock'n'rollal jelentkeztem, és nyertem felvételt 2011-ben, és a főiskolán tanultakat mind beépítem az edzésembe, mind a kicsiknél, mind a nagyobbaknál, hogy minél szélesebb körűbb oktatásban vegyenek részt nálunk. Nagyon-nagyon jellemző nálunk a jazz balett, és ennek mindenféle technikai ismerete. Nyilván a klasszikus balett alapokkal is találkozhatnak a gyerekek nálunk limitált mennyiségben, de jellemző az, hogy hip-hop vagy egyéb lazább stílusokban is megmérettetnek a gyerekek edzések keretein belül. A tánc nem csak átmozgatja a gyerekeket, de testi és mentális fejlődésükre is nagy hatással van. Az edzők minden településen törekednek a jó közösség, csapat kialakítására és közös célok elérésére. Van nekünk egy páros junior formációnk, akik ugye 6 páros fiú-lány táncol együtt egy nagy formációban, és velük már évek óta járunk Európa-bajnoksággal és világbajnoksággal a két legnagyobb versenyére a akrobatikus rock'n'rollnak. Hát büszkén mondhatom, hogy a 2022-es év volt eddig a eredményesebb, ott mind a kettő nagy rendezvényen, a VB-n is és az EB-n is az ezüstöt hozták el, tehát másodikak lettek a The Mask nevezetű koreográfiával, ahol a zöld állarcos úriembert, a Mask történetét próbáltuk eljátszani, és most hát váltunk, mert minden koreográfiának megvan az ideje, és aztán a lejárati ideje is, bár nagyon szerettük Maskot, de most egy újabb témát választottunk, ez a Barbie világa lesz, úgyhogy decemberben a világbajnokságra készülünk, és ott Barbie és Ken közös élete, párharca és hát táncai lesznek majd követhetőek velünk, úgyhogy most nagyon-nagyon ebben a lázban égünk, de hát ahogy látom nem vagyunk egyedül, mert az egész világ imádta a filmet, úgyhogy ez most a következő kihívás.
Budakalászon minden hétfőn és szerdán 16 óra 15 perctől 17 óráig várják a táncolni, mozogni vágyó gyerekeket a Szent István telepi általános iskolába. További részletek a pinkpanthers.hu oldalon olvashatóak. Végül a várható időjárásról. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk. Hajnalban 6-16 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mutathatnak a hőmérők. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Fokozott figyelmet és türelmet kér minden közlekedőtől a Szentendrei Rendőrkapitányság. Új játszóudvart vettek birtokba a telepi óvodába járó gyerekek tegnap reggel. Szeptembertől már Budakalászon is várja a gyerekeket a Pink Panthers Táncsport Egyesület. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Félidő című magazinműsorunk, melyben a Szájebb Budakalász FTC Green Collect mérkőzéséből láthatnak összeállítást. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!